A képviselőtestület nem ülésezhet bát a széken a veszélyhelyzet idején, az önkormányzati munka viszont nem állt le. Bozsalik Róbert polgármester most egy személyben, de a képviselőkkel folyamatosan egyeztetve dönt a város ügyeiről. A helyi önkormányzati képviselők pedig maguk kezdeményezték, hogy a polgármester módosítsa a tiszteletdíjukról szóló rendeletet. Erre azért volt szükség, mert a képviselők és a külsős bizottsági tagok önként ajánlották fel az önkormányzatnak a teljes tiszteletdíjukat, hogy így segítsék a város koronavírus elleni harcát. És egy napjától a veszélyhelyzeti időszak végéig a képviselőtársak és a bizottsági tagok, külső bizottsági tagok, valamint városunk két alpolgármestere nem részesül tiszteletdíjban. Ő részükről érkezett ez a kezdeményezés. Ezzel is szeretnének hozzájárulni azokhoz a költségekhez, amelyek akár a város védekezési feladatait szolgálják, akár a város életét ebben a nehéz helyzetben adott esetben segíthetik. Szintén az elmúlt napokban született arról döntés Bátaszéken, hogy az önkormányzat idén is támogatja a civil szervezeteket. Hogy utólag tudják a civil szervezetekkel ezt a támogatást igénybe venni, hiszen azért ezek a támogatások zömében rendezvényekhez és az egyesületi életükhöz kötődik. Annak függvényében biztosítjuk számukra ezeket a támogatásokat, ha is amennyiben fel is tudják majd használni 2020-es esztendőben. Bátaszéken a civilek támogatásának köszönhetően 19 helyi közösség mintegy 4,5 millió forintot kaphat idén az önkormányzattól.